A Magyar Dráma napján emberléptékű kulturális vállalkozást jelentettek be a Vörösmarty Színházban. 14 középfokú intézmény mutathatja be a Magyar Kultúra napján január 22-én Madách Imre örökérvényű drámáját, az ember tragédiáját. Nem tudom, milyen vállalkozás, nagy vállalkozás. Mint ahogy itt a felvezetőben is mondtam, ez egy 5 hónapos program, 5 hónapos lehetőség. 5 hónap múlva egy lehetőség, és addig is lehetőség, hogy a város középiskolái kicsit összefogva, kicsit egymást megismerve, Madách Imre az Ember tragédiája című színművét is megismerve, a színházat is megismerve, és mondom, egymást, magukat is megismerve, összefogva létrehozzanak valamit, amit úgy hívunk, hogy az Ádámok és Évák ünnepe, ez pedig január 22-én lesz, akkor lesz a bemutató itt a Nagy Színházban. Az Ádámok és Évák jövendő ünnepén a jelentkező oktatási intézmények sorshúzással döntették el, melyik szint vihetik színpadra. A gyerekek nagy örömmel készülődnek, illetve ugye meglepetés az egész egyszerre. A várakozás az óriási, mivel mi szakképzőiskola vagyunk elsősorban, illetve hát szakmunkás osztályaink is vannak, ezért mi is nagy reményekkel és nagy várakozással tekintünk ennek a rendezvénynek a színvonalassága és sikere. A színház felkért mentorai segítenek abban is, hogy a világot jelentő deszkákon otthonosan mozoghassanak a fiatal felnőttek. A premier várhatóan január 22-én a Magyar Kultúra napján lesz.